Nagy szeretettel köszöntök ima heti felolvasásunk 4. alkalmával. Hálás a szívem, hogy még mindig van lehetőségünk meghallani a Jóisten üzenetét, és lehetőségünk arra, hogy a Szentlélek segítségével jó döntéseket hozhassunk. Egy az olvasmányból kiragadott idézettel szeretném a mai alkalmunkat indítani. A legnagyobb kísértés sem mentség a bűnre. Nem számít, milyen erős nyomás nehezedik rád, a bűn a te saját cselekedeted. A baj székhelye a meg nem újult szív. És egy másik? Az Úr felhív, hogy űzzük ki szívünkből az önzést, mert az az elidegenedés gyökere. Nos, hogy hogyan tudunk megszabadulni a bűn rabszolgaságából? A válasz, ha Jézus mellett döntünk. Ha felismerjük, hogy őrá van szükségünk, ha őt hívjuk segítségül. Imádkozzunk együtt. Drága mindenható jó atyánk, ki a magasságban lakozol, de a megrontottal és alázatos szívűekkel is. Hálásan köszönjük neked a lehetőséget, hogy szent lábaidnál tanulhatunk ismét. Köszönjük a kegyelmet, az áldásaidat, Jézus áldozatát, mellyel örök életet ajándékozol nekünk. Nyisd meg szent lelkeddel szívünket, hogy az értékes lelkjeledet befogadjuk, segítségedet megragadjuk. Hallgass meg imánkat Jézus érdeméért. Ámen. Felolvasásunk címe: A bajok igazi forrása. Azért beszéltem ezeket néktek, hogy békességetek legyen én bennem. E világon nyomorúságtok lészen, de bízzatok, én meggyőztem a világot. El tudsz képzelni egy probléma nélküli életet? Nos, nehéz ilyesmit elképzelnünk, mert a bűnvilágába születtünk. De számomra, attól a pillanattól kezdve, amikor először közelebbről megismertem Isten szeretetét, lenyűgöző volt felfedezni, hogy egy bajoktól mentes világ nem mese, hanem inkább egy olyan terv, amit Isten valósít meg. A probléma gyökere. Amikor problémákról, bajokról beszélünk, elkeseredettséget, bánatot, szomorúságot, szenvedést, sértést, neheztelést, fájdalmat értünk alatta. Ezeket a bajokat gyakran az emberek bűnös cselekedetei okozzák, függetlenül attól, hogy szándékosan vagy akaratlanul követik el. Ezek a cselekedetek a bűn következtében irányító hatalmak lettek az emberek életében, amelyek a boldogtalanságért nagy mértékben felelősek világunkban. A Gondolatok a hegyi beszédről című ihletett könyv egyik része jól elmagyarázza ezt. Amikor ősszüleink Isten akaratának egyik pontját vakmerően áthágták, akkor olyan kaput nyitottak meg, amelyen át a nyomor és a szenvedés zúdult az egész világra. Aki példájukat követi, hasonló eredményeket ér el. Isten minden egyes törvényének alapja a szeretet, és aki e parancsolatoktól eltér, saját szerencsétlenségének és romlásának okozója. Tehát a bűn nem csak egy jogi kifejezés, ami törvényszegést jelent. Ez egy teljes folyamat, ami számos bajt okozott, nem csak annak a személynek, aki elindította ezt, hanem mindazoknak, akik kapcsolatban vannak vele. A bűn nem Isten találmánya. A legtöbb ember azt gondolja, hogy Isten felelős a bűn megjelenéséért. A következő téves elgondolásokat érvként hozzák fel ebben az ügyben. A bűn törvényszegés. Isten a törvény szerzője. Tehát ha nem lenne törvény, akkor bűn sem lenne. Isten teremtette Lucifert, akiben először megjelent a bűn. Ha Lucifer nem létezett volna, akkor nem lenne bűn sem. Ezek a gondolatok tévesek. Az ihletés világosan kijelenti: nem Isten hozta létre a gonoszt. Ő csak jót teremtett, ami hozzá hasonló volt. A gonoszság, a bűn és a halál
az engedetlenség következménye, ami Sátántól származik. Ezt helyesen megértve felfoghatjuk Isten törvényének valódi célját és értékét számunkra, mert a törvény azért adatott nekünk, hogy képesek legyünk felismerni a bűnt és megnevezni azt. Amint fentebb említettük, Isten törvénye meghatározza a bűnt, mint egy kifejezést, de ennek folyamata a törvényen túl is létezik. Mondjunk egy példát. A 6. parancsolat ezt mondja, ne ölj. A 7. pedig így szól, ne paráználkodj. Ha ez a 2 parancsolat nem lenne benne a törvényben, az nem jelentené azt, hogy jó dolog lenne ölni és paráználkodni, tehát az emberek nem lennének boldogabbak attól, hogy a törvény nem tiltja, ha megtették ezeket a dolgokat. Így megérthetjük, hogy miért szeretne Isten megóvni minket a bajoktól, problémáktól, és ajánlja nekünk, hogy éljünk összhangban szent törvényével. Láthatjuk, hogy miért adja nekünk a Szentírás ezeket az irányelveket és tanácsokat, hogy elszakítsuk a bűn láncát, és elkerüljük azt. Annak okáért mi is, kiket a bizonyságoknak így nagy fellege vesz körül, félretéve minden akadályt és a megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk levő küzdőtért. Az emberi ostobaságunk tetőpontja, hogy mindenáron el akarjuk kerülni a problémákat, bajokat, és panaszkodunk a kellemetlen helyzet miatt, amiben vagyunk, miközben továbbra is szeretjük a bűnt, és újra elindítjuk azokat a folyamatokat, amelyek bajokat okoznak nekünk, és a körülöttünk levőknek is. Önzés. Isten a szeretet. Teljes mértékben ez jellemzi teremtőnket. Isten nem önző. Az ember Isten képmására lett teremtve, Isten hasonlatosságára. De a legelső változás, ami bekövetkezett az ember életében, mikor megjelent a bűn, az a szeretet felcserélése az önzéssel. Az ember teremtésekor nemes testi és lelki tulajdonságokat és képességeket kapott. Tökéletes, Istennel összhangban élő lény volt. Gondolatai tiszták, céljai szentek voltak. De az engedetlenség megrontotta ezen erőket és tulajdonságokat, és a szeretet helyét az önzés foglalta el. A legtöbb bajnak az önzés az alapja. Ez azt eredményezi, hogy az ember úgy érzi, mintha ő minden lenne, és minden csak az ő számára is érte van. Ennek eredményeként ez a hozzáállás fogyasztóvá és elnyomóvá teszi. Ha figyelmesen tanulmányozzuk a Biblia feljegyzéseit, felfedezhetjük ezt a cselekvési irányt. A bűneset után Ádám és Éva arra lett hajlamos, hogy mindenki mást vádoljon azért, hogy megpróbáljanak elmenekülni a biztos kárhoztatás ítélet elől. Kain megölte Ábelt ugyanezért. Júdás bajt okozott a tanítványoknak, és még el is árulta a megváltóját az önző indítékok miatt. Manapság is még mindig nagy probléma az önzés a világban, és nem csak oda korlátozódik. Még a gyülekezet is megbénul az önzés miatt. Bármi legyen is valakinek a pozíciója, háttere, hitvallása vagy életkora, a romlott szívek vágyainak kielégítése sokakban megvan. Ahol az önzés tartózkodik, a szeretet, béke, megbocsátás, megértés, alázatosság és szelídség eltűnik. És az élvezetek szeretete, haszonszerzési vágy, kapzsiság, gyűlölet, félreértés, aggodalom és elégedetlenség tölti be a helyét. Az ilyen önző cselekedetek eredménye az önpusztítás. Ezzel éles ellentétben megérthetjük, hogy milyen önzetlen Isten, és hogy milyen csodálatos példát adott nekünk az Úr Jézus Krisztus személyén keresztül. Az alábbi bekezdés bemutatja ezt. Mert Krisztus sem önmagának kedveskedett, semmit sem tett önmagáért, az elesett ember érdekében munkálkodott.
A jelenlétében megszégyenül az önzés. Magára vette természetünket, hogy helyettünk szenvedjen. Az önzés a világ bűne. Ez vált most a gyülekezet uralkodó bűnévé. Mikor Krisztus feláldozta magát az emberért, egyúttal minden nemű önzés gyökerére sújtott. Semmit sem tagadott meg tőlünk, még a megtiszteltetését és mennyei dicsőségét sem. Hasonló önmegtagadást és áldozatot vár el azoktól, akiket áldani és menteni jött. A gonosz ráerőlteti magát az emberekre. Egy másik figyelemre méltó probléma a bűnnel az, hogy hogyan szaporodik és terjed anélkül, hogy bármilyen előzetes figyelmeztetést adna. Ahogy fentebb olvashattuk, látjuk, hogy Isten a szeretet, és ennek a szeretetnek a helyét elfoglalta az önzés a bűn által. Tehát tudva azt, hogy Isten az élet is, láthatjuk, hogy az élet helyét ebben az esetben a halál foglalta el. Az élet egy tudatos döntés, de az első bűn, amit elkövettek a földön, magában foglalta a halált is. Annak okáért, miképpen egy ember által jött be a világra a bűn, és a bűn által a halál, és aképpen a halál minden emberre elhatott, mivel hogy mindenek vétkeztek. Ez történik minden bűnnel, bármilyen legyen is az. A gonosz megsokszorozza önmagát akaratunk ellenére, anélkül, hogy ezt szeretnénk. Attól a pillanattól kezdve, hogy megfertőződünk a bűn betegségével, hordozói leszünk, és továbbadói. Ez elég elkeserítő. De hála Istennek, ő nem hagy minket reménység nélkül. Isten megváltási tervében van lehetőség arra, hogy felébredjünk a halál fásultságából. Két csoport. Minden ember bűnös, de nem mindenki akarja folytatni a bűn útját. Itt van a különbség. Tesszalonika beliekhez írt második levél, második rész, harmadik vers bemutatja azt a kifejezést, hogy a bűn embere, ami azokra vonatkozik, akik a bűn útját választják, és bizonyos követelményeket támasztanak, és az egyik ilyen igény az, hogy kényszerítsenek mindenkit, hogy azt tegye, amit a bűn embere jó dolognak tart. Kiket akar kényszeríteni a bűn embere? Természetesen azokat, akiket felébresztett a Szentlélek, akik felismerték azt az árat, amit az ártatlan teremtő fizetett ki a bűn következményei miatt. Ebben az esetben a bűn emberének cselekedete az idők során a bajok forrása volt és lesz is. Az ihletés tolla a következőket írja erről. A római katolikus egyház, amely a keresztény szokásokba pogány elemeket kever, és a pogánysághoz hasonlóan hamis színben tünteti fel Isten jellemét, olyan eszközökhöz folyamodott, amelyek legalább olyan kegyetlenek és felháborítóak, mint a pogányok szokásai. Főhatalma idején Róma kínzó eszközök alkalmazásával fogadtatta el tantételeit. Mágiára küldte azokat, akik nem ismerték el követeléseit. Olyan vérfürdőket rendezett, amelyeknek a méretei csak az ítéletkor lesznek nyilvánvalók. A történelem megismétlődik. A nagy nyomorúság, amin Isten népének keresztül kell mennie, ugyanolyan természetű lesz, mert a bűn embere fogja irányítani. Az egyházi és állami méltóságok összefognak, hogy minden rendű és rangú embert rábeszéljenek, kényszerítsenek, vagy megvesztegetéssel rávegyenek a vasárnap tiszteletben tartására. A mennyei tekintély hiányát zsarnoki rendeletekkel pótolják. A politikai korrupció kiöli a jogosság szeretetét és az igazság tiszteletét. Még a szabad Amerikában is a hatalmasságok és törvényhozók, hogy a nép kegyét megnyerjék, követelésének engedve kötelezővé teszik a vasárnap megtartását. A lelkiismereti szabadságot, amelynek oly nagy volt az ára, már nem tartják tiszteletben. A nem sokára meginduló küzdelemben teljesedik e prófétai kijelentés. Megharagúvék azért a sárkány az asszonyra, és elméne, hogy hadakozzék egyebekkel, az ő magvából valókkal,
az Isten parancsolatainak megőrzőivel, és akiknél vala a Jézus Krisztus bizonságtétele. A fenti bekezdések választ adnak arra a kérdésre, amelyet sokan feltesznek. Ha nem akarok többet foglalkozni a bűnnel, nem lesznek bajaim? De, biztos, hogy lesznek. Amíg a bűn létezik, bajok is lesznek. Ezért sokan elcsüggednek. De én jobban szeretnék a fent említett néhány ember közé tartozni, és úgy dönteni, hogy ne legyek többé a bajok forrása senkinek. Sem Istennek, sem embereknek. Térjetek meg, Sion háborgatói! Nézzük meg, hogy mit írnak az ihletett írások az Evangelizálás című könyvben. Az igazságnak olyan hitvallói is vannak gyülekezeteinkben, akik a reform munkáját csak gátolják. Ők az üdvösség szekerének kerékkötői. Gyakran kerülnek próbákba, kétségek, féltékenykedések, gyanakvás, az önzés gyümölcsei, amelyek láthatóan alaptermészetükhöz tartoznak. Krónikus gyülekezeti zúgolódóknak lehetne őket nevezni. Többet ártanak a gyülekezetnek, mint amennyit a prédikátor helyrehozhat. A gyülekezet terhei és Krisztus szolgáinak súlyos tehertételei ők. A kételkedés, a féltékenység és a rágalmazás légkörében élnek. Krisztus követeinek sok idejét és munkáját veszi igénybe, amik helyrehozzák gonosz munkájukat, és a gyülekezetben helyreállítják az összhangot és az egységet. Ez a munka Isten szolgáinak erejét és bátorságát elvonja, és alkalmatlanná teszi őket arra a munkára, amelyet Isten bízott rájuk. Nevezetesen, hogy veszendő lelküket mentsék meg a pusztulástól. Isten Sione háborgatóit cselekedeteik szerint ítéli majd meg. Itt egy olyan embercsoport leírását találhatjuk meg, akihez bárki tartozhat, még én a cikk írója is. Ezek olyan emberek, akik ismerik Istent, életüket neki szentelték, elhagyták az ellenség sorait, és azokhoz csatlakoztak, akik nem akarnak kapcsolatban lenni a bűnnel. De az irigység és gyanakvás ennek ellenére létezik az életükben. Valójában ezek a dolgok nem tipikusan olyan bűnöknek vannak besorolva, amelyek Isten törvénye elleni nagy bűnök, de mégis ezek Sátán fegyverei, hogy elbátortalanítsanak, rombolják az egyházat, és akadályozzák a Szentlélek munkáját. A bizonyságtételekben a következőket olvashatjuk. Az irigykedés, a féltékenység, az aljas gyanúsítások és megjegyzések a Sátántól származnak, és hathatósan elzárják az utat a Szentlélek tevékenysége előtt. A világon semmi sem annyira becses az Istennek, mint gyülekezete. Semmit sem őriz olyan féltő gondoskodással. Semmi sem sérti annyira, mint az olyan tett, amely csökkenti azok tekintélyét, akik szolgálatát végzik. Elszámolásra vonja mindazt, aki bírálgatással és csüggesztéssel segíti az ellenfelet. Állíthatom, hogy ez egy bűn. Talán nem tartozik a 10 parancsolat közvetlenül meghatározott törvényi kifejezései alá, de amint már korábban említettük, még ha nincs is ezzel kapcsolatban pontos, konkrét parancsolat, elkerülhetetlenül csüggedéshez és bűnhöz vezet. Sem Isten, sem mi nem nyerünk semmit az ilyen cselekedetekkel. Istent atyánknak hívhatjuk. Vajon azok, akiknek neveik be vannak írva a gyülekezet névsorába, akik vallják, hogy Isten fiai és leányai, megvizsgálták-e Istenhez és vele barátaikhoz fűződő viszonyukat? Teljesen a bűnbocsátó megváltó kegyelmére kell támaszkodnunk. Megengedhetjük-e, hogy a szívünk kemény és részvétlen legyen? Megszabad-e engednünk, hogy bármilyen provokáció miatt barátságtalan, rideg érzelmeket dédelgessünk, rossz érzéseket tápláljunk, vagy bosszút álljunk? Dobhatjuk-e az első követ elítélve testvérünket, miközben Isten kiterjeszti kegyelmét felénk, és megbocsátja törvényszegéseinket? Ha Isten ítéletre állítana elő minket, adósságunk hatalmasnak bizonyulna. De mennyei atyánk kész megbocsátani.
Isten az embereket nem a magukról alkotott véleményük, nem az önbizalmuk szerint fogja kezelni, hanem azon lelkület alapján, amit tévedő testvérükkel szemben nyilvánítanak ki. A keménység és szigorúság szelleme a sátán szelleme. A szív büszkesége, ha dédelgetik, irigységet, rossz indulatot kelt és bosszúhoz vezet. Fennáll a veszélye annak, hogy a hétköznapi szavainkat vagy tetteinket eltúlozzuk szándékos sértésekké, és azt gondoljuk, hogy valaki olyan igazságtalanságot követett el ellenünk, ami megérdemli hidegségünket, közönyünket, vagy megvetésünket. Mégis az Úr felelős ezekért a személyekért, akiket vádolunk, és Isten angyalai szolgálnak nékik. Aki a szívekben olvas, több jót lát bennük, mint abban, aki rossz érzéseket táplál ellenük, egy feltételezett rossz miatt. Ha pedig a te atyád fia vétkezik ellened, dorgáld meg őt, és ha megtér, bocsáss meg néki. Bánj vele és a hibáival úgy, ahogy te szeretnéd, hogy Isten bánjon veled, amikor megbántod őt. A szeretet nem örül a gonosznak, a bosszú teszi ezt. Vigyázz arra, hogy buzgóságot nyilváníts ki magadért, hogy egy jó beszélgetésből a bölcsességet szelítsége nyilvánuljon meg. Kerülj el minden keserű szót, minden rideg, barátságtalan cselekedetet. Szeress, mint egy testvér, légy kedves, udvarias. Ne szégyenítsd meg az igazságot keserű irigységgel és viszállyal, mert ez a világ szelleme. Ilyen szentségtelen jellemvonások ne is neveztessenek köztetek. Irányítsuk a probléma gyökerére a fejszét. Az Isten országára való készülés során Keresztelő János, Krisztus előfutára egy világos különbséget mutat be. A fejsze pedig immár a fák gyökerére vettetett. Azért minden fa, amely jó gyümölcsöt nem terem, kivágattatik és tűzre vettetik. Pál apostol továbbá figyelmeztet a halálos, félelmetes gyökerek kiirtásának fontosságára. Kövessétek mindenki irányában a békességet és a szentséget, amely nélkül senki nem látja meg az Urat. Vigyázván arra, hogy az Isten kegyelmétől senki el ne szakadjon, nehogy a keserűségnek bármely gyökere fölnevekedvén megzavarjon, és ezáltal sokan megfertőztessenek. Az egyház egészében soha nem fogja elnyerni a késő esőt, ha csak el nem vetnek minden irigységet, rossz indulatot és gonosz beszédet. Azoknak, akik a gyűlöletet addig tételgették szívükben, míg az megerősödött és jellemük részévé nem vált, más tapasztalatokban kell részesülniük, ha osztozni akarnak a késő esőben. Az Úr felhív, hogy űzzük ki szívünkből az önzést, mert az az elidegenedés gyökere. Vágyik rá, hogy gazdagon ránk tölthesse szent lelkét, és felszólít, hogy igényességgel egyengessük az utat előtte. Ha Isten kedvéért lemondunk jellemünk hibáiról, szemünk megnyílik, és látni fogjuk a botránkozás köveit, melyeket keresztényietlenségünkkel helyeztünk mások útjára. Isten felszólít minket, hogy távolítsunk el minden nemű botránykövet. Azt mondja, valljátok meg bűneiteket egymásnak, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Akkor milyenk lehet a bizonyosság, mint Dávidé volt, miután bevallotta bűnét. Így imádkozott. Add vissza nékem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem. Hadd tanítsam a bűnösöket a te utaidra, hogy a vétkezők megtérjenek hozzád. Mikor Isten kegyelme uralkodik bennünk, a bátorság, a hit, a krisztusi szeretet légköre veszi körül lelkünket, és az éltetően hat mindenkire, aki belélegzi. Krisztus így szólt. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek.
És ímé, én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Itt a megbízatásod. Hogyan fogsz elszámolni Krisztusnak erről, ha ahelyett, hogy embertársaid megmentésén fáradoznál, rájuk zúdítottad gondjaidat, bajaidat, zavaraidat, és még testvéreid ellen panaszaidat is. Gyakran megkönnyebbülést találhatsz gondjaidból, ha beszélsz másoknak Krisztusról és a drága igazságról. De ne mondj olyan szavakat, amelyekre a féltékenység, gonosz feltételezés és gyanakvás késztet. Ne terjesz gonoszt hírt a testvéreidről. Ilyen dolgok miatt nem jöhet úgy az Úr az egyházba, mint szeretné. Miért nem tisztítod meg a király útját? Nem mindenki vett részt ebben a munkában, de jöjjenek előre Isten soraiba most azok, akiknek részük volt benne. Befejezés. Isten azt szeretné, hogy boldogok legyünk, és azon munkálkodik most is, hogy helyreállítsa bennünk a boldogságot. Noha az emberek lehetnek bajaink előidézői, a valódi kiváltók a bűn hatalma az emberek szívében. Azonban senki sem kényszerül arra, hogy engedjen ennek a hatalomnak. Az ihletés tolla bemutatja a valódi problémát. A legnagyobb kísértés sem mentség a bűnre. Nem számít, milyen erős nyomás nehezedik rád, a bűn a te saját cselekedeted. A baj székhelye a meg nem újult szív. Isten minden tőle telhetőt megtett azért, hogy ezt a kérdést világossá tegye, és Jézus által lehetővé tette a szabadulást a bűn rabszolgaságából. Azt akarja, hogy ragadjuk meg ezt a lehetőséget, döntsünk Isten mellett, mert nagyon hamar a nyomorúság után a bűn szerzője és a bűn maga is megszűnik, és azok, akik úgy döntöttek, hogy bűnösök maradnak, elpusztulnak a bűnnel együtt. Nagyon hamar el fog jönni az az idő, amikor a bajok örökre véget érnek. Alig várjuk ezt a napot, amiről a Nagy Küzdelem című könyvben olvashatunk. A nagy küzdelem véget ért. Nincs többé bűn, és nincsenek bűnösök. Az egész világegyetem megtisztult. A végtelen nagy teremtettséget tökéletes harmónia és boldogság tölti be. Tőle, aki mindent teremtett, árad az élet, a fény és az öröm a határtalan téren át. Élők és élettelenek, a legparányibb atomtól a legnagyobb csillagig, tökéletes szépségükkel és felhőtlen boldogságukkal hirdetik, hogy Isten a szeretet. Ámen. Ezután a csodálatos ígéret és végszó után fohászkodjunk az Úrhoz. Szerető Istenünk, jó Atyánk, köszönjük a szavakat, melyekkel fel akarsz bennünket ébreszteni, melyeket végtelen szeretetedből szólsz hozzánk. Segíts, Uram, hogy felismerjük a bűnt magunkban, és segíts, hogy jó döntéseket hozzunk. Erősíts meg bennünket jó elhatározásainkban. Segíts, hogy az önzést, a mások iránt való munkálkodás és szeretet váltsa fel. Add, Uram, hogy szent lelked erejével indulhassunk az utolsó nagy küzdelmünkre. Te adj ehhez erőt és áldást minden gyermekedre. Az Úr Jézus érdeméért kértünk. Ámen. Köszönöm ezt az együtt töltött alkalmat. Az Úr legyen veletek.